Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál. Király Tamás, egy rendkívüli hírrel érkeztem. A jemeni huszi lázadók közleményben adták hírül azt, hogy hadat üzentek Izraelnek, és drónokat fognak indítani az ország felé. Erről a Magyar Távirati Iroda számolt be. Október közepén az amerikai haditengerészet már jelezte, hogy Jemen területéről Izrael felé küldött drónokat semmisített meg a Vörös-tenger fölött. Nem sokára itt lesz velünk Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, előtte azonban ismertetném az alaphírt. A jemeni huszik az Irán által vezetett ellenállás tengelyéhez tartoznak, hasonlóan a Hamashoz, a libanoni Hezbollahhoz vagy a szír kormányerőkhöz. A lázadók már 2014-ben elfoglalták Jemen fővárosát, Szanát, és új kormányt állítottak fel. Az X-en több felhasználó is arról posztolt, hogy a Jemen, mint nemzetközileg elismert állam üzent hadat Izraelnek, ez azonban nem helytálló. A huszik csak az ország északnyugati területeit tartják irányításuk alatt. A nemzetközi közösség legtöbb tagja pedig nem ismeri el az általuk alakított kormányt. Jemen közel 2500 kilométerre található Izraeltől, így valószínűtlen az, hogy a huszi lázadók drónokon kívül bármilyen más fegyverrel tudnák támadni a zsidó államot, ezeknek a fegyvereknek pedig keresztül kell haladniuk a huszikkal szintén ellenséges viszonyt ápoló Szaúd-Arábia légterén is. Eközben a Mandiner azt írja, hogy a huszi miniszterelnök szerint az ellenállás tengelye összehangolja műveleteit a cionista ellenség ellen, és a jemeni huszi lázadók azt állították kedden, hogy Izrael ellen irányított drónokat indítottak, válaszul a Hamas ellen indított háborúra, erről egyébként a Times of Israel ír. Az izraeli hadsereg korábban közölte, hogy ellenséges repülőeszközt észlelt a Vöröstengeri üdülőváros Eilat közelében, ahol megszólaltak a figyelmeztető szirének. Az AFP a francia hírügynökség kérdésére az incidensről a huszi kormány miniszterelnöke Abdel Aziz bin Habtur azt mondta, hogy ezek a drónok Jemenhez tartoznak. A huszik, akik 2014-ben átvették az ellenőrzést a jemeni főváros Szana felett, az Izraellel szembeni ellenállás tengelyének tagjai, és szavakkal és drónokkal fognak harcolni. Az izraeli hadsereg szerint az incidens nem jelentett veszélyt vagy kockázatot civilekre. A jemeni lázadókat, akiket a Hamas-Palesztin szervezethez hasonlóan Irán támogat, Izrael azzal vádolja, hogy ők állnak a szombaton Izrael határos egyiptomi sínai félszigeten lezuhant drónok mögött, amelyek 6 embert megsebesítettek. Az ellenállás tengelye, amely Teherántól Bagdadon, Szanán, Damaszkuszon és Beiruton át Palesztináig húzódik, összehangolja műveleteit a cionista ellenség ellen, mondta a huszi miniszterelnök. Az amerikai védelmi minisztérium szóvivője október 19-én arról számolt be, hogy egy amerikai hadihajó a Vörös-tengeren több rakétát és drónt lőtt le, amelyek izraeli célpontok felé tarthattak. Most Nógrádi Györgyöt kapcsoljuk, akivel egyébként pont az imént fejeztük be az egyórás felvételünket, vagy hát 40 perces felvételünket, amely majd holnap reggel lesz látható az Ultrahang csatornáján, és a felvételt követően érkezett a hír a jemeni husziknak a hadüzenetéről. Erről kérdeztük Nógrádi Györgyöt, ő következik most. Jó napot kívánok, tanár úr, üdvözöljük! Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm. Azért is vagyunk egy ilyen különleges helyzetben, mert most este 20 óra 16 perc van kedd, október 31-e, éppen felvettük a szerda reggelre szóló adásunkat, és a felvételt követően derült ki, hogy a huszi miniszterelnök bejelentette, hogy az ellenállás tengelye összehangolja műveleteit a cionista ellenség ellen. A jemeni huszi lázadók azt állították, hogy az Izrael ellen irányított drónokat indítottak, válaszul a Hamas ellen indított háborúra. Ezt a Times of Israel írta meg. Tehát Jemen hivatalosan háborúban áll Izraellel. Jelenthet ez bármit? Válaszom az, hogy igen és nem. Miről van szó? Jemen egész történelme a visszamegyek 50-60 évet, tele van válságokkal. Van a Észak-Jemen, Dél-Jemen, van a Aden és a Szaná. A két terület mindig szemben állt egymással. Tény az, hogy a lakosság jelentős része síta és óriási támogatást kap irántól. Tény az, hogy ez a Jemen fegyveres harcot vívott Szaúd-Arábiával, az elmúlt napokban néhány szaúdi katona meghalt. Rendkívül érdekes, hogy kiderült, hogy a szaúdi hadseregben zsoldosok harcolnak külföldiek, tehát nem szaúdiak haltak meg, de a szaúdi hadsereg egyenruháját viselték. Mi a lényeg? Irán
fő ellenségének, ős ellenségének tekinti az USA-t és Izraelt, és ezt a politikát Jemen átvette. Jemen rakétákat lőtt ki Izraelre, nem tudom, megjelente a hírekből, de a rakéták egy részét amerikai hajók lelőtték a Vörös-tengeren, a rakéták másik részét Szaúd-Arábia lőtte le, nem csinált ebből túlnagy propagandát, de lelőtte, és cél az izraeli déli városok elsősorban Eljat elérése lett volna. Az, hogy Jemen egy ilyen harcban részt vesz, ez azt jelenti, hogy rakétákat kapott Irántól, de ez azt jelenti, hogy Irán megpróbál még egy fronton szembeszállni Izraellel, de úgy, hogy ő ebben a háborúban nem vesz részt. Ez azt jelenti, hogy a háború, ha ezt komolyan vennék, eszkalálódna, mindenki a térségben azt mondja, hogy a nemzeti érdek az, hogy ez a háború ne terjedjen túl. Izrael mai határainél beleértve az egész gázai problémát, Cisjordániát, Hezbollahot, tehát még egy szereplőre nem tartanak igényt. Várható-e az, hogy Izrael válaszol, hiszen tulajdonképpen, ha azt mondja a Jemen, hogy ő háborúban áll Izraellel, akkor a másik oldalról várható-e válaszcsapás? A válaszom az, hogy logikailag rövid távon nem, Izraelt leköti a Hezbollah, Cisjordánia, az iráni probléma és főleg a gázai háború, hogyha a Gáza véget ér, amit lehetetlen megmondani, hogy mennyi ideig tart, mert itt nem egy gyors hadjáratról van szó, még akkor sem, az egy egészen pici terület, hogy utána Izrael fölépe Jemennel szembe, ezt lehetetlen megmondani, nyilván ez az izraeli-szaudi tárgyalásoknak lesz a következménye. Azt is mondta a Huszi miniszterelnök, hogy az ellenállás tengelye, amely Teherántól, Bagdadon, Szanaán, Damaszkuszon és Beiruton át Palesztináig húzódik, összehangolja műveleteit a cionista ellenség ellen. Ez tényleg egy ilyen iraki, iráni, jemeni, szíriai, libanoni és palesztin nagy koalíció? Tehát van ilyen? A válasz az, hogy ilyen van, ezt úgy hívták mindig, hogy síita félhold. Ebbe a síita félholdba lépett be Jemen is. A síita félholdnak Khomeini óta, 1979 óta nagyon sok stratégiai elképzelése volt. Gyakorlatilag egy síita világforradalom, ez nem következett be. Egy síita szunita szembenállás, ez folyik jelenleg is. Tehát az, hogy a jemeni miniszterelnök mit mond, ennek azért különösebb jelentősége ma nincsen. Lehet arra számítani, hogy most a jemeni miniszterelnök holnap meg mondjuk Libanon jelenti be, vagy a Hezbollah jelenti be, vagy bármely más arab ország jelenti be, hogy szintén háborúban áll Izraellel? A sokkal súlyosabb lenne. Néhány órával ezelőtt láttam a libanoni miniszterelnök nyilatkozatát, aki azt mondta, hogy Libanonban ő már nem ura a helyzetnek, a Hezbollah sokkal erősebb, mint a libanoni hadsereg. Eddig a Hezbollah, mondta, a reálpolitikát folytatott, most mondta, új helyzet van, várják a folytatást, és a Hezbollah vezetője bejelentette, hogy hétvégén nyilatkozatot fog tenni, hogy mi a Hezbollah stratégiája Izraellel szemben. Nógrádi György, köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Egyébként a helyzetet tovább bonyolítja, hogy ma Szaúd-Arábia hadserege magasfokú riadókészültséget rendelt el, miután Jemenben az Irán által támogatott huszi lázadókkal folytatott összecsapásokat, akik az ügyet ismerő személyek szerint megpróbáltak egy rakétát is kilőni a királyság felett Izrael felé. Ez még egyébként tegnap esti hír, és ebből az is kiderül, hogy 4 szaúdi katona halt meg a huszi erőkkel vívott harcokban a Jemennel határos délnyugati Jazan tartományban, ezt mondták a Bloomberg forrásai, akik a bizalmas információra való tekintettel a névtelenségüket kérték. A lap melyet az Index szemlézett, Szaúd-Arábia védelmi erői az elmúlt hetekben egy rakétát hasástalanítottak a területükön, amelyet a huszik lőttek ki. A múlt héten bekövetkezett szaúdi halálesetek az ország erőinek első ismert áldozatai azóta, hogy tavaly áprilisban ideiglenes fegyverszünetet kötöttek a huszikkal. A Bloomberg szerint Szaúd-Arábia megpróbált tárgyalásokat folytatni a 2015-ben kezdődött háború befejezéséről a huszikkal. Az eszkaláció előtt a két fél a megállapodás küszöbén állt, annak ellenére, hogy a múlt hónapban 4 a szaúdi koalíció szolgálatában álló bahreini katona halt meg egy huszi dróntámadásban. Mostani összecsapásokra éppen akkor került sor, amikor Izrael és a Hamas konfliktusa miatt az egész régióban egyre nagyobb a feszültség. Irán arra figyelmeztetett, hogy új frontok nyílhatnak meg az Egyesült Államok ellen, ha az továbbra is támogatja Izraelt. Szaúd-Arábia élesen bírálta a Hamas által uralt palesztin enklávére a gázai övezetre mért izraeli légicsapásokat. Ezek október 7-én kezdődtek, amikor az Irán által is támogatott militáns csoport Dél-Izraelben pusztított 1400 embert megölve. A palesztin hatóságok szerint ezrek haltak meg a bombázásokban, Szaúd-Arábia pedig tűzszünetre szólított fel. Még ma délelőtt Georg Spötle biztonságpolitikai szakértővel beszélt
beszélgettünk szintén erről a kérdésről, Szaúd-Arábia Jemen kérdéséről. Ő egyébként pont Ománban tartózkodik, ugye Jemen szomszédságában. Most a vele készült beszélgetés ide vonatkozó része következik. Ugye én itt vagyok Jemen szomszédságában, tehát itt van tényleg nem messze egy tűzfészek, ahol ugye hosszú polgárháború van a szunita kormányzat és a huthi lázadók között, akiket Irán finanszíroz, Irán lát el fegyverekkel, ugye ők síták, tehát egy felekezeti viszályból kialakult egy véres polgárháború. Úgy nézek ki, hogy valóban most sikerül megoldani a helyzetet, ugye Katár, Szaúd-Arábia beszáll, de most úgy nézek ki, hogy Omán segítségével lesz egy béke megállapodás, de most teljesen felborított mindent ugye az izraeli arab háború. Százezrek mentek ki Szanába az utcára, félelmetes volt. Tehát, hogy skandálták tényleg, hogy halál Izraelre, halál Amerikára, zászlókat égettek, tehát brutális tömeg volt, és lehetett érezni, hogy ennek nem lesz jó vége. Tehát ugye rakétákkal és drónokkal rendelkeznek, de hogyha valaki nem vágja most annyira Közel-Keletnek a földrajzát, ránéz a térképre, azért brutálisan messze van Jemen és Izrael. Tehát innen kilőni az nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákra lenne szükség, amikkel azért nagyon komoly államok rendelkeznek, tehát Jemen semmiképpen. Ilyen tákolmányokkal, meg kezdetleges drónokkal, amik nem ilyen nagy hatótávolságúak, próbáltak ugye csapást indítani, lezuhantak Tábában például, Egyiptomban. Akkor ugye most Szaúd-Arábiában. Tehát ezek nem arra alkalmasak, hogy egy ilyen, nem tudom, 1000 kilométeres támadást indítsanak vele, tehát ezek rövid hatótávolságú fegyverek, amik arra jók 20-30 kilométerről megsemmisíteni, ugye például kamikaze drónokkal az ellenséget célpontot. Nyilvánvalóan, hogy vannak annyira őrültek ezek a milíciák, hogy még próbálkozni fognak vele, ezért például Abdallah Jordán király most az Egyesült Államok kormányához fordult, és kért kölcsönbe Patriot rendszereket. Ugye lehet tudni, hogy a Közel-Keleten több van, tehát elképzelhető, hogy Szaúd-Arábiából át tudnak egy-két rendszert kölcsönbe adni a jordániaiaknak, vagy ha más nem, akkor ugye áthoznak az Egyesült Államok valamelyik bázisáról. Tehát ez a Patriot légelhárító rendszer, ami az ellenséges rakétákat egy radarral befogja, majd kisebb rakétákat kilő, és a becsapódás előtt megsemmisíti ugye az ellenség fegyvereit. Tehát ez a lényege körülbelül, mint az izraeli Iron Dome-nak. Úgyhogy nagyon fontos lenne, mert ugye Szaúd-Arábián keresztül, Jordánián keresztül mennének ezek a rakéták, és hát egyik ország sem szeretné azt, ugye, hogy ezek a rakéták lezuhanjanak az ő városaikra. Tehát itt tényleg emberéletekről van szó, és hát gondoljunk bele, amikor egy több száz kilós robbanóanyaggal megtöltött ilyen robbanó fejvalóval lezuhan mondjuk lakótövezetbe, tehát brutális, hogy milyen pusztítás van. Látjuk még akkor is, ha nem robbannak fel, ugye például az orosz-ukrán háborúba, hogyha rázuhan egy ilyen eszköz nagy magasság egy lakóházra, aki ott tartózkodik, mind az életét veszti, még robbanás nélkül is, tehát ugye olyan a becsapódás erre, mint egy kamion dobnán körülbelül egy lakóházra, ezt úgy képzeljük el. Úgyhogy nem kellene ezt gyakorolni, és nyilvánvalóan most ezek az országok, akik veszélyben vannak, igyekeznek majd valahogy megvédeni magukat, meg hát remélem azért a háttérben megy a diplomácia is, hogy megpróbáljon ugye a Szaúd-Arábia és Irán, a két nagy játékos jelenleg a Közel-Keleten, ráhatni ugye Jemenre, hogy ezt fejezzék be, mert ezzel veszélybe sodorják igazából a közel-keleti békét. Hát nagyon sok ártatlan ember életét veszélyeztet katérképpen. Valójában egy iráni biztatásra, mert hogy Iránnak akár érdeke az, hogy most eszkalálódjon az egész. Hát figyelj, irániak azért intelligensek. Az irániak tudják, hogy ezek az átadott fegyverek, amikkel rendelkeznek a huszi lázadok, ezek nem alkalmasak távlati célpontok megsemmisítésére. Tehát mondom, ezek rövid hatótávolságú fegyverek. Nyilvánvalóan tudják azt, hogyha ráncigálnák azzal a bajszát a szaudiaknak, hogy oda rakéták zuhannak, az nem vezetne jóhoz. Most ugye közeledett a két ország, diplomáciai kapcsolatok vannak, követségek nyitottak meg, elkezdődött újra a gazdaság fellendülés a két ország között, tehát Szaúd-Arábiai Királyság és az iráni iszlám köztársaság között. Ezt nyilvánvalóan nem akarják veszélyeztetni. De láttam, hogy milyen indulatok vannak Szanában, Ádenben, ahogy az emberek az utcán vannak. Tehát elképzelhető, hogy ott egy helyi milícia séf úgy döntött, ugye teljesen begőzölve, vagy nem tudom, megevett először 2 kiló katot is, mert az ott szokás, és annak a hatására meg még némi egészséges vagy egészségtelen antiszemitizmus azt mondta, akkor lőjük ki a rakétákat, bár ugye ez nagyon érdekes az arab antiszemitizmus, hiszen akkor önmagukat is gyűlölni kellene, mert ugye Ábrahámtól egy törről fakad a két törzs. Na de, tehát én szerintem nem Irán keze van benne, hanem mondom, valamilyen törzsi vezető, vagy valamilyen milícia főnök úgy döntött, hogy ő megmutatja majd, hogy
ki az úr a házban, hát nem jött össze, de mondom, tehát aki ért a stratégiához, ért ezekhez a fegyverekhez, ezekkel nem támadna. Tehát azt mondom, hogy én Iránt itt most így józan emberi ésszel kizárnám. Ugye ez a nagy kérdés számomra, hogyha a közel-keleten országokon átívelő rakéták röpködnek, akkor előbb-utóbb abból mikor lesz baleset, vagy becsapódás, az kinek a házába csapódik, ott hogy hát igen. háborodik fel. Szóval ez egy nagyon nehéz kérdés. Nagyon, és hát tényleg forrong minden, tehát forrong ugye Európa, mindenütt tüntetések vannak, Berlinbe tegnap este ismét hatalmas tüntetés volt, nagyon durva antiszemita támadások vannak az Egyesült Államokban, tehát neki mentek azoknak a tüntetőknek, akik izraeli zászlókkal vonultak ki az utcára, tehát nagyon csúnyán megtépték őket, elvették tőlük a zászlót, borzasztó jelenetek játszódnak le, és hát Cisziordániában ott már ugye teljesen elvesztette az El-Fatah és Mahmoud Abbas elnök a hatalmát, tehát egyre több lövöldözés történik, tegnap is ugye több összecsapás volt az izraeli hadsereg és militáns palesztinok között, 6 palesztin ismét az életét vesztette, most már 121-re emelkedett azoknak a száma, akik október hónapban életüket vesztették különböző összecsapásokban. Barikádokat emelnek, de az izraeliek is, tehát megpróbálják meggátolni azt, hogy a feldődött tömegek A-ról B-re menjenek, tehát lezárnak utakat, hogy meggátolják, hogy az erőszakos tüntetők be tudjanak csatlakozni egy még nagyobb, még erőszakosabb tüntetésbe. Nem lesz jó vége, tehát lehet látni, hogy előbb-utóbb, hogy mondtam már egy pár nappal ezelőtt, hogy megjelentek a Hamasnak, meg az iszlám dzsihadnak, meg a Hezbollahnak zászlói jelképei Cisziordániában, ezt megerősítette az izraeli hadseregnek a szóvivője is. Úgyhogy azt lehet tapasztalni, hogy az erőszak az gyűrűzik, hát ne is beszéljünk Dél-Libanonról, ugye, tehát ott most már folyamatosan folynak az összecsapások, a rakétákkal lövik az izraeli páncélosokat, ők visszanozzák a tüzet, izraeli harci helikopterek is vadászbombázók jelentek meg, ugye, és most már nem csak a Hezbollah van ott, hanem megjelent egy az Al-Qaeda-hoz közeli szervezet is, fegyveres palesztin csoportok vannak, tehát most már síták és szuníták, mindenki, aki gyűlöli Izraelt, elkezdenek gyülekezni Dél-Libanonba, és hát ugye csak kérdés, hogy mikor jelenik meg az iszlám állam, mikor jelenik meg maga az Al-Qaeda is, és akkor majd kialakul megint egy tűzfészek, kialakul majd egy olyan állapot, majd megint, mint a 70-es, 80-es években volt, hogy kb. Mindenki mindenkivel, de mégis mindenki mindenki ellen, és akik a legjobban megszívják, ugye az a békés civil lakosság.